Tehát 1991-ben kerültem a gyermek intézethez, a régi nevén a Gyivibe, Nyíregyházán a Sóstoly út 4 szám alá nevelő tanárként kezdtem a pályámat. Majd 1997-ben megalakítottuk Nyírszőlősen a lakásotthonokat. A lakásotthonok egyik lakásotthonának voltam a vezetője éveken keresztül. Itt foglalkoztunk azokkal az állami gondozó gyerekekkel, akik az intézethez kerültek. Ekkor még mindig a Gyivihez tartoztunk, a Gyermek Ifjúságvédő Intézethez. Aztán az átszervezések következtében a nyírszőlősi lakásotthonok a Bakta Loránd házi gyermekvédelmi központhoz kerültek. Én akkor már szakmai vezetője voltam a nyírszőlősi területnek. 5 lakásotthon dolgozik jelenleg is Nyírszőlősen.